Tibor volt nálunk ősszel előadást tartani, ott annak az előadásnak a végén fölkértem és megígérte, hogy februárban jön, és én azt ígértem, hogy ő vele kezdünk, egy felgetleg és fantasztikus tartalom, nagyon csodálatos előadás volt. Úgy fogalmazhatok közkívánatra. És akkor nagyon nem akarom kapkodni a dolgokat, elméletileg, és ezt nem mondom tudatosan, az lesz az előadás címe, hogy a nagy Nimród unokája, vagy Attila király színe változásai a világemlékezetteiben emlékezeteiben csapkinyögöm. Azért merem mondani, hogy elvileg ez lesz az előadás, mert vannak itt a elég aktuális dolgok ma. Valóban, még mielőtt megkezdenek az előadás, valóban ez nekem egy 2001-es könyvben az ima ellenségenkért, amit én bővítettem, és javítottam, és 400 lábjegyzettel láttam el, és abból hoztam most egy pár példány, meg akinek nem elég ez a két órás előadás, a meglepetés, hogy a nagy Nimród unokája Attila király színe változásai az emberiség emlékezetében. Ez egy kicsit nagyképű cím, én adtam, mert ilyen a címet, de egyébként nagyon sokat mondom. Megmondom miért. A nagy Nimród unokája az tulajdonképpen az egyik jelzője volt Attilának, amit még egyébként ugye az 1500 ez a évek első évtizedeiben, ugye Olympikus Esztergomi is tudott, hiszen ő Attiláról írt egy művet, és ebből a nagy Nimród unokája címmel való megjelölés, ez nagyon sok mindent elmond. Én erre világítanék majd rá az előadás folyamán, de még mielőtt ebben belekezdenénk, azt kell, hogy mondjam, hogy hát sajnálattal kell megállapítanom, hogy Magyarország nem szabad. Ez az előadásos, aminek az az oka, hogy azt mondom, hogy Magyarország nem szabad, hogy példátlan módon tulajdonképpen ezt a közösséget, amelyik a Kárpát-medencében él, egész egyszerűen nem engedik hozzáférni a történelméhez, nem engedik hozzáférni a történetéhez. Ebből aztán persze nagyon sok hamis és nagyon sok igaz dolog is következik, de a lényeg az, hogy azt kell mondjam, hogy valójában tényleg annyira elmesztenek minket a kultúránktól, hogy igazából 100 évvel ezelőtti hát nagyjainkat sem éltük meg. Mondok erre egy példát. Ugye ott van Adinak az a két versorai, Jóg és Magog fia vagyok én, hiába döngetek kapucs fal. Most, hogyha én megkérdezném azt, hogy megkérdezem, no, mit jelent ez a két sor? Még talán az idősebb generáció tudná, de hogy a fiatal generáció nem tudja, abban én biztos vagyok. És ez azért van, mert nem oktatják a történelmünket, nem oktatják a történelmi tudatunkat. Egyébként pedig ugye ezt tudni kell, hogy egy közösségnek is van olyan összefüggő, halhatatlan lelke, amelyik által igazán tud létezni. Ugye a Krisztus mondja pont a nagybőjt időszakban, ugye az első vasárnapon az evangélium, hogy ugye, amikor meg akarja kísérteni az ördög, hogy ugye neki minden hatalmában áll, hogy a köveket kenyérre változtatni, és akkor Krisztus mondja, hogy nem csak kenyérre él az ember. És hogy valóban így van, azt 40 után elve kell tudni mindenkinek, hogy a halhatatlan lélek által él, aki ezt nem tudja 40 után, az jobb, hogyha meg is fejezi. Most egy közösségnek is van halhatatlan lelke, a közösségnek az a történelmi tudata, illetve önmagában nem is igazából az, ami a tényleges történelem, hanem az arról való tudat határozza meg, ez a halhatatlan lélek, a közösségnek egy halhatatlan lelke. Most ugye a Gog és Magog fia vagyok én, hiába döngedek kapucs falat, ugye a Gog és Magog az talán érthető, hiszen ugye azt tudjuk, az kita leszármazásra utalnak vissza, de a kapucs falat ki tudja megmondani, hogy mit jelent. Hiába döngedek kapucs falat. Na, inkább elmondom, mert na, a következő. A helyzet az, hogy Adi még ismerte Nagy Sándor szír legendáját. Nagy Sándor szír legendájában az található, hogy amikor ő elindul a világot látó útjára, akkor elérkezik ugye a Kaukázushoz. A Kaukázusnak is nem is akármelyik részéhez ér el, hanem a Dariel-szoroshoz. A Dariel-szoros mögül hatalmas zaj van kiszűrődni, és megkérdezi a vezetőjét, hogy mi ez a zaj. És a vezetője elmondja neki, hogy ez a hunoknak, a vérszomjas népének a hangja, akikről meg vagyunk jósolva, hogy amikor eljön a világ vége, előjönnek ebből a szorosból, és elpusztítják a bűnös népeket. A Nagy Sándor hívott rögtön 3000 részműves, 3000 kovácsot, és egy hatalmas nagy kaput kovácsoltak, ezzel befalazza a hunokat. Egyébként arab forrásokban is szerepel ez a kapu, még az is, hogy hogyan őrzik,
és ráraktak egy táblát, és a táblára fölírja, hogy elmögött a kapu mögött lakiknak a hunoknak a vérszomjas népei, akik a világ végén előjönnek ezen a kapun, és elpusztítják a bűnös népeket, majd visszatérnek. Majd 940 év múlva újra előjönnek, és egy hun király fog uralkodni az egész földkerekségen. Na most, ha mi nem ismerjük ezt a történetet, akkor ugye nem fogjuk tudni megérteni Adit sem, nem tudom, hogy érthető-e. Na most ugyanakkor az is kétségtelen tény, hogy mi egy nagyon ősi nép vagyunk, kétségtelen ténynek mondhatjuk, bár ezt el akarják venni tőlük. Amióta igazából nem tudunk, amióta a finanszhatalom ural bennünket, azóta minden módon megpróbálnak három dolgot eltüntetni a magyarságnak a tudatából. Az egyik az, hogy ugye a legősibb népek közé tartozik, egyébként ez kb. A 18. század közepétől indul el, a legősibb népek közé tartozik, mert a szkitáról, az ókori iratok azon vitatkoznak, hogy melyik a legősibb nép, és gyakorta a szkitát jelölik meg legősibb népként. Tehát, hogy egy ősi nép lenne a magyarság, ezt mindenféleképpen el kell tüntetni, ugye ebből nő ki majd a finnugizmus, és ebből nő ki az, hogy kicsik vagyunk, bocsánatunk vagyunk, elnézést kérünk, és alkalmazkodunk jobbra-balra, nem megyek. Tehát, ugye ebből növekszik ki ez a tudat. Másrésztől viszont ugye a Szent Korona, mint égből kapott koronának, égi jelnek a különlegessége, ezt is el akarják mindenféleképpen tüntetni, és ennek az az oka, hogy a Szent Korona ezt már egész egyszerűen nem engedi be a finansztőkét, nem engedi be a finanszhatalmat. Ugye én minél többet foglalkozom a saját kultúránkkal, a jogtörténethez, és hát nálunk a jogtörténet az olyan, mintha vallással foglalkozna az ember, mert nálunk az idéből lesz az igazság. És minél messzebb megy az ember az idővel, egyre inkább érzékelő azt, hogy kétfajta emberi magatartás bontakozott ki a teremtett világgal szemben. Az egyik az, amelyik a teremtőben jelenvalónak létezik el az Úristenségtől, a világ átszentül. Egy örökké való élet vagyok át benne, és ennek az életnek a megőrzése a feladata az egyének, és ez az ember életét megemeli abba az 50, 60, 70, 80 évben, amíg itt van a Földön. Ugye nem anyagban döngölten tölti el az életét, hanem lehetőséget kap arra, hogy abban az 50, 60, 70, 80 évben az örök lépbe kóstoljon bele. Ezt a ífeszítő kultúrákra jellemző. Ugye most nem fogom elmagyarázni, kitértünk ífeszítőnek, talán tudjuk, hogy a szkita, az gyűjtőfogalom, és a magyar is egy gyűjtőfogalom. Na most ez mutatja egyébként, hogy birodalmi nép volt. Most a másik fajta világfelfogás, ezt mondhatnám úgy is, hogy lemúriai szubsztrátum, maluról jött felfogás, ez uralja most egyébként a világot, ugye ez a városi kultúra. Azt tudni kell, hogy a finanszfőkének, vagy a finanszhatalomnak, inkább így nevezném ki, a városa alapvetően szüksége van. Mert a városi lét egyébként elmer benedője neked meg, hogy polgár, mert a polgár az ugyanaz, mint a proletár, most itt nem a Fideszről van szó, félreértés, ne essék, csak egy rossz szokákról, a nagy francia elsőkérdésnek a szokeméről. A polgár az egy megfordított proletár, ugye valójában egy városi minsten, egy rabszolga, aki képtelen önmagát eltartani, magányosan, de tömegesen él. Magányosan, de tömegben él. Ugye mindent vásárolnia kell. Meg kell vásárolni az élelmet, meg kell vásárolni az utazását, meg kell vásárolni a ruházatát, meg kell vásárolni a fűtését, meg kell vásárolni a világítását. Pénzre van szüksége. Tehát város, pénz, kereskedelem és hitel összetartozik. Na ez különben nagy... Egy kicsit azért nem állok meg, hogy ezt el mondjam, de aztán visszakanyarodunk a témánkhoz. Hogy tulajdonképpen a magyarsággal ez volt a fő baj egyébként, hogy a Szent Korona eszmében ugye nem tudott beférkőzni a hitelvilág, egyébként pedig a magyarság nem volt városlakó, voltak városaink, de nem volt tipikus a városi létezés, és el kellett érni. A magyarság ellen el kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen 500 éve fondorkodnak, ugye hát már amióta létrejöttek a nagy banki, ugye azt tudjuk nagyon, hogy 1347-ben volt az első nagy gazdasági válság, ami egy kontinens rázott meg, amikor a Bádi és a Peruzzi bankházak Lombardiában összeomlanak, és ugye miután városlakó Európa, ugye a pénz elértéktelni, pénze van szüksége, és nem tud a pénzen élelmet lenni. Ennek következtében éhínségtől ki, ráadásul egyengül Európa, jön egy pestis járvány, és pillanatok alatt végig söpör, úgyhogy 1348-49 Európa lakossága felére csökken, kivéve Magyarországot.
Egyébként erre lesz majd város, válasz az 351-ben az ősiség, ugye, nagy ősiség, úgy ugye megerősíti az aranybullát, és azt a 4-es cikkel kivételével, amikor is elmondják, hogy a halálon átszállt adományos, föld, az forgalomképtelen, illetve engedélyezetlen, és tulajdonképpen a korona visszaáramlási jogát állapítják meg, és még egy nagyon gyönyörű tételt mondanak ki, amit egyébként hitáltal itt fejezünk ki, ami egyébként jó, hogy a szűzanyag öröksége Magyarország, hogy una édenki libertász, una édenki nobilitász, egy és ugyanazon nemesség, egy és ugyanazon szabadság. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon ember, ember fölött nem állhat. Ugye minket az égiek vezérelnek, és nem úgy, mint a korabeli Nyugat-Európában, hogy ugye a Magna Chartával nem is érdemes összehasonlítani az 1215-ös Magna Chartával, mert az a hűbéri tagoltságot erősíti meg, azt, hogy ember embernek lehet a szolgálója, a hűbéri tagoltsága, vazalusom, vazalusa, nem az én vazalusom. Nálunk ilyen viszony nem alakult ki, ugye ez a nyugati városi kultúrában, amelyik egyébként megfeszíti Krisztust, ugye ez a zsidó kultúra és a római kultúra, az egyik hagyja, a másik megcselekszi, ugye abban ez a ember embernek szolgálja alakul ki, ugye ez a hűbéresi viszony egy 100 év alatt tulajdonképpen, hogyha a hűbérú meghal, a hűbérú fiának a hűbéres továbbszolgálattal tartozik, a hűbéres megalakul a hűbéres fia, továbbszolgálata tartozik a hűbérúnak, nálunk nem volt ilyen rendszer, nálunk familiális rendszer volt, ugye, ami addig tartott, ha már hasonlítani akarok ez a viszonyrendszerhez, érezni is, hogy a család benne van, ami addig tartott, amíg én bíztam ő benne, és ő bízott benne abban, a pillanatban, hogy ez a bizalom felborult, meg lehetett szakítani ezt a viszonyrendszert. Tehát nálunk embernek nem lehet szolgálja, ezért feledjék el azt, amit az elmúlt 50-60 évben próbálnak súlykozni belénk, ugye a múltat végképp eltörölni, ez a jelszó, hogy állandóan vezérről beszélnek, nem kell vezér, nekünk a vezérünk az az égből van, értsük meg végre, és nekünk voltak elveink, amire a Szent Korona emlékeztet bennünket, és azt kellene újra fölevelíteni. Na most a lényeg az, hogy tulajdonképpen mivel nem volt város, akkor el kellett érni a város, akkor legyen. És a három fő bűn, amitől tulajdonképpen kifosztottá vált a magyarság, a Trianon, utána az államosítás, utána pedig a privatizáció. Visszajukatunk, ne féljünk, mint volt, hogy el fogunk menni. Nem kell megérni. Csak ezt gyorsan elmondanám, hogy világossá tegyen, mert nagyon fontos dolog. Ebből kettő, az volt az időszakban történt meg, ahogy a magyarság sohasem élt. Tudnék, ugye 1949 20-as az írott alkotmányon, nekünk sosem volt írott alkotmányunk, mi sohasem vettük azt a bátorságot, hogy egy generáció meghatározza ennek a közösségnek az életét. Nem foglaltuk írásba, nekünk úgynevezett történeti alkotmányunk volt. Most ugye miért volt szükség Trianonra? Trianonra azért volt szükség, mert ugye és mondom, ez már 1347-es időszakra, utána már kialakul a 15. századra, kialakul a nagy két bankház, ugye a Fuggerwelszel, meg a Medici, a Medici a Bourbonokhoz, a Fuggerwelszel a Habsburgokhoz tartozik, és ezek aztán szépen majd fölölik Európának a szabadságát, illetve a Kárpát-medence szabadságát. Na most a lényeg az, hogy el kellett érni a magyaroknál, hogy a 19. század után is, amikor majd modern lesz Magyarország 1848-ban, ugye persze ott mi másképp leszünk modern, mint bárki más a világon, mert ugye máskor azt a modellt alkalmazzák, mint a franciák, de jogszűkítést alkalmaznak, tehát azt cselekszik meg, hogy elveszik a nemesi előjogokat és csinálnak egy szürke masszát. Nálunk nem így van, nálunk 1848-ban jogkiterjesztés történt, a nemesi jogokat kiterjesztették az egész országra, aminek következtében Magyarország nemes Magyarország, csak úgy is kellene viselkednie. Most a lényeg az, hogy ezek után is őrzi a szakralitását, és szerintem ezt nem miatt az ország is. Hát ráadásul nem városlakó, el kell érni, hogy városlakó legyen. Ezért leszabadulja a területeit a Kárpát-medencei királyságnak, a történelmi Magyarországnak, nem tudja magát a földjéből eltartani, elindul a városba. Ez a polgár és proletár kérdés, ugye, innét indul el. Most a másik tétel, egyébként nagyon érdekes dolog, hogy mind az első és mind a második világháború kapcsolódik a kommunizmushoz. Tehát nagyon érdekes, hogy már az első világháborúban meg akarták csinálni azt, amit most velünk megcsináltak, mert nem tudom, emlékszünk rá, hogy ugye, amikor ugye, nem emlékszünk rá, de mindegy, de nem csak nem a tanácsköztesség, hanem hogy szépen alakul, mert lemondom Erdély Károly, utána ugye az országgyűlés feloszlatja magát, és jön egy magyar nemzeti tanács, ami önmagát nevezi titulat,